Evo ovako se seče oštrim nožem dobro ispečena savijača. A postoji i jedna pesmica koju poznaju sva deca u Mađarskoj. Tekereti koki ljudite šokodlenni, tekereti kori teški ljokodlenni. Otkad zmija zna da joj je štrudla slična, to ne znamo. Ali znamo da je prvi zabeležen recept iz 1696. godine. Savršenu varijantu recepta savijače je na kraju 80. veka zabeležio piaristički monah Krištof Šimoji. Njegov kuvar je ispisan rukom i u njemu je recept o savijačama punjenim pavlakom, sirom, pirinačom kašom, makom, jabukom ili kupusom. Savijača je postala veoma poznata u 19. veku na teritoriji Habsburškog carstva. Na istim predelima je ostala popularna i u 21. veku. Azért szeretjük, mert a desszerteknek én úgy gondolom az egyik csúcsa. Nagyon sok ízt lehet fogyasztani, és az egész család megtalálja magának való megfelelő ízű terméket. A ovo je događaj gde glavnu ulogu od 2010. godine igra baš savijača. I to ona iz Morahaloma. A po čemu je ova savijača specijalna? Zašto vredi zbog nje organizovati jedan ceo letnji festival? Lako ćemo odgovoriti na to pitanje. Ovdašnje savijače su odlične, najrazličitijeg ukusa, a spremaju se na tradicionalan način, slično onome iz starih recepata. Makoliko smatramo da je reč o mađarskom specijalitetu, to ipak nije tako. Savijače su turskog porekla. U 16. veku je Osmansko carstvo zauzelo središnji deo Mađarske, od tada se na ovim predelima priprema ovaj slatkiš, u koji se tada još nije stavljalo nikakav nadev među slojeve testa. A többi helyen, amit készítenek rétes, ott készítenek egy tésztalapot, kinyújtják, beszórják töltelékkel, és akkor föltekerik, és akkor az a rétes. Amit mi készítünk, ugye ez a 16. századi rétes, ez ugye az a lapokból összerakott tészta, és utána kihúzott, betöltött, egyesével betöltött, és utána kisütött rétes különbözik attól, amit akkor annó, még ott a 16. században kezdtek el. Persze nyilván nem úgy készítették annó, mert ezeket a lapokat, amikor így kinyújtották, csak fölszelték, kisütötték, fölszelték porcukorral, megszórták és úgy fogyasztották, később lett betöltve, és ebből a réteges jelzőből kapta utána a rétes szót, ez a mi rétesünk, ami most készül. U ovoj poslastičarnici recepti potiču od Klarine majke, koja je svoje znanje predala ćerkama. One su nastavile tradiciju i učinile je poznatom u celoj državi. Nije slučajno da su savijače iz Morahaloma uvrštene među lokalne vrednosti. Mondanám azért bárki tud rétes készíteni, de az igazi jó rétesnek azért ott azért tapasztalat máj napig is, hogy ott legyen és érezze, hogy készül, meg hogy rakja bele szívét, lelkét, persze. Kako se zapravo prave savijače? Ako je neko već pokušao, znaće da nije ni malo lako. Nije svejedno kako je brašno, da li se testo diglo kako treba, čak i vazduh treba da bude odgovarajuće važnosti. Važna je i temperatura pećnice, kvalitet nadeva. Jó tészta előállításához jó minőségű liszt kell hozzá. Határozottan, erősen, gyakorlatilag majdnem fél óráig vagy 20 percig ki kell dolgozni magát a tésztát a tától. Szokták mondani így azt, hogy addig a jó gyúrni, vagy addig kell gyúrni a tésztát, ameddig a tától és a kéztől el nem válik maga a tészta. Ezt egy olyan jó fél óra hosszáig szobahőmérsékleten olajjal, lekenyve, nejlon alatt, nem ruha alatt, nejlon alatt pihentetni. És ugye szokták mondani azt, hogy még a nagymamáink is azt, hogy ha húzunk rétes tésztát, akkor ne nyissuk ki ajtót, ablakot, meg szellő megfújja, akkor megszárad maga a tésztája. Egy jó tészta receptet is tudok mondani, éppenség, hogy 1 kg rétes liszt, 6-7 dl kézmelegvíz, csipetnyi só, csipetnyi cukor. Ezt jó alaposan ki kell dolgozni, amit az imént elmondtam. Jabuke su narendane, začinjene. Oklag je posuta brašnom. Majstor je vezao kecelju, testo se lepo diglo. Dugačak sto je prekriven čaršavom i posut brašnom. Skupila se i publika. Sve je tu da nas majstor pokuša da obori rekord u pripremanju savijače pod vedrim nebom. Možemo početi. Prvi korak je razvijanje. Boje rečeno razvlačenje. Brašno se stavlja svugde i u samo testo, ali i na površinu i na čaršav da se testo ne bi lepilo.
Pogledajte kako se testo rasteže brzim i naizgled lakim pokretima. Razvlači se uvijek od dole, sve dok ne bude tanko kao opno. Evo, dostigla je veličinu stola. Slijedi nadevanje. Prije toga ne sme da se zaboravi na veoma važan korak. Jo, ali baš neka ne moraju. Počarati od kiče pežeget. Azért, hogy ki ne száradjon, még miatt föl nem töltjük, meg így lesz nagyon finom réteges maga a tészta. Ova szavijača rekordne dužine se puni jabukom. Stavi se dosta nadeva. I konačno, savijanje. U tome pomaže čašav, uz pomoću njega se okreće zmijoliko testo. Stvarno je dugačko. Naravno, nemamo takvu rernu u koju bi se stala ova savijača, zato se seče na veličinu pleha. Sve je lepo složeno, treba samo da se ispeče. Rétes az 250 fokon készül, és hogyha nem sül meg eléggé gyorsan, akkor belőle a tészta, vagyis a töltelék felfor, és ki fog belőle robbanni gyakorlatilag. De viszont azt is figyelembe kell venni, hogy túlságosan sok, mondjuk például akár a zsemlemorzsával dolgozunk, vagy magával, ezzel a zsemlekockával, ne essünk a ló túloldalára, mert hogyha túl sokat teszünk bele, és látjuk, hogy milyen szép lett, de felvágjuk, akkor nem marad szaftos. Szóval meg kell találni ezt a kettő arany középutat. Pustimo sad savijače, nek se peku. Pogledajmo radije šta nam još pruža ovaj dan, jer je festival savijače Južne Nizije deo gužvanjca u Morhalomu, najvećeg događaja subregiona Peščanog grebena. Az egész homokhátság összefogásával és a homokhátság értékeit bemutatva próbálunk egy értékes fesztivált. Ma ez nagyon nehéz, mert a szórakozásban az értékrend kissé el van csúszva, talán, hogyha finoman fogalmazom. És nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy értéket is közvetítsünk, viszont kiszolgáljunk minden igényt. U ovih nekoliko dana smo imali priliku i da negujemo tradiciju i da se zabavimo. Na bini su se smenjivale zvezde koje su rado viđene u ovom kraju, ali je i bilo medicinskog savjetovanja sa merenjem krvnog pritiska, tetovaža sa kanom za male i velike i spektakularna izložba starih automobila gde su se lepo slagali trabant iz vremena socijalizma, jedan Ford T model u izvrsnom stanju i ovaj lepi žuti Cadillac. Glavna atrakcija su ipak bile savijače, slatke ili slane. One klasične sa makom, sirom, višnjama, jabukama ili one novije varijante sa čvarcima ili slanim sirom. Savijače su jeli svi, i staro i mlado, i meštani i oni koji su doputovali iz daleka. Ön szokott otthon rétest készíteni? Hát sajnos nem, mivel hogy közel vagyunk itt Morhalomhoz, így mindig kéznél van a morhalmi rétes. Miért jó a morhalmi rétes? Hát szerintem titkos a receptje is azért. Ennek melyik a kedvence? Van-e kedvenc ízvilág? Az örök kedvenc a meggyes és a túrós, és ha meggyes túrós, akkor már csak bónusz. Tajna savijače iz Morhaloma je da se u lako testo stavljaju najrazličitije nadevi. Mogli su da je probaju svi koji su na početku leta bili na festivalu savijače Južne Nizije. Možda je to jedan od razloga zbog čega ovo pecivo već više godina privlači ljude iz okoline i sa druge strane granice u ovaj pogranični gradić.